Nos, dualizmus államberendezkedését néztük meg, illetve a dualizmus társadalmát, ugye torlódó társadalom, gentrik, arisztokrácia, nagypolgárság, hogy él párhuzamosan a modern polgári állam által és az ipari forradalmak által kialakított társadalmi rétegek, hogy élnek együtt a tradicionális földhöz kötődő társadalmi rétegekkel. A következő nagy kérdéscsoport, és az egész dualizmus az érettségén nagyon hangsúlyos, mind a társadalma, mind például a következő cím a nemzetiségi kérdés. Tehát maradunk ugye a dualizmus Magyarországa 1860-as évektől az első világháborúig a nemzetiségi kérdés. Ha már ránézünk a térképre, már látjuk, hogy ez az osztrák-magyar monarchia, ez a dualista állam, a citromsárga és a narancssárga, tehát Ausztria és Magyarország, osztrákok és magyarok vezetésével ugyan ők összefogtak nagyon sok nemzetiségű, elképesztő, ilyen színes ez az ország. Nézzük is meg, milyen nemzetiségek élnek itt. Ugye a lilák csehek, szerbek pirosak, románok Erdélybe, ruszinok, ukránok, szlovákok, galícia, lengyelek, olaszok, ugye itt Gardató környéke és a monarchia része, vagy itt a horvát tengerpart is, Triest környéke, ez is a monarchia, bosnyákok, horvátok, szlovének, még az osztrákok mellett németek, akik nem feltétlen német nyelven beszéltek, de nem osztráknak tartották magukat, tehát nagyon sok nemzetiség egy országon belül. Nézzük meg, hogy Magyarországnak konkrétan milyen problémái voltak ezzel, ugye ez itt a Magyar Királyság, hát ez már egymagában igencsak tarka. Ez itt a kulcsdiánk, vagyis hát az egyik. Itt látjuk, hogy Magyarországon Horvátországot leszámítva, tehát most csak ezt nézzük, mekkora a magyarok aránya 1880-ban és 1910-ban. 1880-ban az ország kevesebb, mint fele beszél magyarul, vagyis felének az anyanyelve magyar. Német, szlovák, román, az ország több mint 17%-a román, ruszin, szerb, horvát és egyéb nyelvű. Tehát kevesebb, mint fele. Ezt egy picit meg tudjuk növelni, több, mint a felére. Most lehetne mondani, hogy ugye itt járunk az első világháború előtt, mi van, ha nincs világháború és nincs Trianon? Akkor talán ezt lehetett volna még inkább növelni, és talán nem is lett volna Trianon, de hát nincs ha a történelemben, na itt a kulcsdia, jó? Tehát ez a lényeges, ez mindenképp kell. Tehát itt látjuk a magyarság aránya a Magyar Királyságban. 1850-ben 41%, 1880-ban 46%, 1910-ben 54%. Tehát nő, ez egyértelmű, nő, de nagyon kevés. Tehát egy országon belül, hogy az ország nevét adó nemzetiség csak a fele, az még mindig nagyon kevés. Na miért növekszik? Hát egyrészt a természetes szaporulat miatt, de nem is ez a fő, mert hogy a románok meg a szlovákoknál is ez ugyanúgy megvan. Leginkább az az oka, hogy két nemzetiség, a németség és az előbb nem említett zsidóság, ami földrajzilag nem egy területen él, hanem mindenhol, nagyon könnyen beolvadnak, vagyis asszimilálódnak a magyar társadalomba. A németek meg a zsidók egy része elmagyarosodik. A románok, szlovákok kevésbé. De ennek a beolvadásnak a következménye ez az aránynövekedés, a zsidóság, németség asszimilációja és beolvadása. Az én nagyapámat is úgy hívták, hogy Pitzmann Károly, magyarosította Pettendire. Óbudán lakott, Óbudán 80 éve senki nem beszélt magyarul, vagy hát nagyon kevesen, Solymáron sem, Budakeszin sem. Jó, tehát magyarosodtak. A másik nagyon fontos ok, hogy a kivándorlás a szlovákokat, románokat, ruszinokat, szerbeket, németeket jobban sújtotta. Az összkivándorlók 66%-a az ezekből került ki, és nem a magyarok között. Milyen kivándorlás? Ferenc. Nagyon jó. Az Amerikába való kivándorlás. Ugye ez a nagy kivándorlások időszaka. A magyarok is vándoroltak ki, de mi picit jobb helyzetben voltunk, főleg Budapestről nem feltétlen volt érdemes kivándorolni, inkább a periférián, a hegyvidékeken élő szegényebb területekről vándoroltak ki. Tehát a kivándorlás és az asszimiláció. Ez a kettő. Nagyon fontos. Ez okozza, hogy a Magyarországon a magyarság aránya nő. Tehát ez még így is nagyon kevés.
Maga az ország népessége is egyébként növekszik, hiszen az ipari forradalmak korában minden ország népessége nő. Ebbe a 30 évbe 5,7 millió fővel nő a lakosság, ez elképesztő növekedés. Ugye csökken a csecsemőhalandóság, kevesebben halnak meg, de a születésszáma így is magas. A kivándorlás ezt ugyan csökkenti valamennyivel, de nem ellensúlyozza teljesen, tehát az egész ország lakosság száma nő. Így néz ki. Na nézzük meg. Hát ez egy érdekes dia. Mi lett volna, ha? Mi lett volna, ha? Nem is nyomom fel az összeset. Na most. Ez a kor a nacionalizmus kora. Ébrednek a nemzetek. Már ébredtek elmúlt évtizedekben is. Megszületnek a nemzeti színű zászlók, német zászló, magyar zászló, olasz zászló, nemzeti himnuszok, meg az első olimpián nemzeti csapatok. Már nem az a fontos, hogy milyen a vallásod, és ki a földesurad, és melyik faluba laksz, hanem hogy magyar vagy, német vagy, román vagy. Ez a romantika kora az irodalomban, és a visszalévedünk a régmúltba, a románok a rómaiakhoz, mi a hunokhoz, ugye? Mindig vissza, hogy milyen szép volt régen, Germánia, Hungária, mindig egy szép nő alakba testesítjük meg a nemzetet. Illetve földrajzi oka is voltak annak, hogy ez a nemzetiségi monarchia földarabolódott és Trianon lett az egészből. Hiszen ha egy óceánparton vagyunk, vagy egy szigeten, tehát leginkább az óceánhoz szorítva, akkor az egyik oldalról ott a víz. Akkor nem tudnak belénk harapni az egyik oldalról. Itt viszont minden oldalról körbe vagyunk véve, élelő nacionalizmussal át fűtött nemzetekkel, szlovák, román, szerb, horvát, ruszin, stb. Akik minden oldalról szeretnének Magyarországba beleharapni, ez földrajzilag nagyon-nagyon rossz. Emellett azt se szabad elfelejteni, hogy a környező területeken létrejönnek olyan országok, hogy Szerbia, meg Románia. Tehát a románok és a szerbek, azok majd vágyhatnak, az erdélyi románok vágyhatnak a saját országukba, hiszen létrejön Románia. A szerbek ugyanígy. Emellett még hozzá kell pakolni, hogy a Habsburgok, az uralkodók, azok azért Ferenc József is azért sokszor hozd meg is uralkodj politikát játszott, tehát sokszor a románokat szította a magyarok ellen, vagy fordítva. Tehát több évszázad óta tudatosan az uralkodó is a népeket, ahogy érdekel volt, úgy egymás ellen tudta ugrasztani. Ezek miatt veszti el Magyarország területének kétharmadát. Annak ellenére, hogy majd látjuk, egy nagyon modern nemzetiségi törvényt alkotunk a kiegyezés után, de nagyon sokszor ez nem lett betartva, illetve a nemzetiségek mindig többet akartak. És hát a nagy kérdés, ha többet adunk a románoknak, szlovákoknak, tehát önálló, az erdélyi román autonómiát, meg szlovák egyetemeket, akkor lehet, hogy sokkal gyorsabban fölbomlik Nagy Magyarország, de nem biztos. Ha viszont kevesebbet adunk, tehát még nemzetiségi törvényt se adunk, majd látjuk, hogy mi ez, akkor meg lehet, hogy még jobban utáltak volna, és még gyorsabban, még jobban fölbomlik Magyarország, vagy nem? Vagy pont, hogy sikerül őket magyarosítani. Tehát nem, ez nincs, ha nagyon sok ok, tehát Trianont elkerülni nem igazán lehetett. Egyedül azzal lehetett volna, Magyarország ne veszítse el területének kétharmadát, hogyha kicsit a csehekkel meg a szlovákokkal is kiegyezünk. Tehát nem csak magyar-osztrák, meg magyar-horvát kiegyezés van, hanem a csehekkel meg a szlovákokkal is kiegyezünk, és akkor nem dualista, hanem ilyen trialista, tehát a szlávokat is bevesszük, akkor picit lehetett volna lájtosabb ez a Trianon. De az egész nemzetiségi kérdés ez a Trianonra fog kifutni, remélem érthető. Hát itt ugye létrejön Románia, létrejön Szerbia, és nyilván az itt élő szerbek és az itt élő románok egy része majd Romániához szeretne tartozni. Inkább is ezt fűti a nacionalizmus és a romantika. Nos, nemzetiségi törvény. 1868, tehát rögtön a kiegyezés után. Közösségi szinten az alsó fokú bíráskodásban, ami azt jelenti, mint ma a Gödöllői Járásbíróság, tehát nem a legfelsőbb bíróság, hanem csak a kisbíróságon, ott a városban, a Gödöllőn, ott tudsz mondjuk románul pereskedni, hogyha ott román a többség. Alsófokú bíráskodásban, az alsófokú oktatásban és az egyházi életben biztosította a nem magyar népek számára az anyanyelv használatát.
Tehát a Bödöllőjárás bíróságon igen, ha ott többségben vannak a románok, de ha már Budapestre kerül az ügyet, ott már nem. És ugye te magyar állampolgár vagy, románul beszélsz csak, és el kell jönnöd Budapestre, és itt tolmácsot kell fogadni, azt se érted, miről beszélnek. Hát ez egy nem túl szimpatikus dolog, mondjuk egy román nemzetiségű magyar állampolgárnak. De ez is nagyon modern dolog volt akkorban. Magyar nyelvet nem kellett elemi iskolába tantárként sem oktatni, sokak szerint ez hiba volt. És itt a lényeg, kimondta az egy politikai nemzet elvét. Tehát a magyar királyságban egy politikai nemzet van, a magyar. Azaz, az autonómiával felruházott horvátokat kivéve, tagadta a nem magyar nyelvi kulturális közösségek nemzeti jellegét. Vagyis a horvátokat elismertük, nekik volt parlamentjük, horvát bán, nekik, mint horvátok lehettek politikai jogaik a magyarokkal szemben, és egyezkedtünk, és stb. Viszont a románok, meg a szlovákokat úgy ismertük el, hogy kolozsvári, nagyváradi, temesvári román, te magyar állampolgár vagy, és ugyanannyi jogod van, mint bárki másnak az országban. Egyénileg mindenki egyenlő. Ez egy nagyon nagy dolog. Egyénileg minden magyar állampolgár egyenlő. Viszont nektek, mint románok, nem lehet egy közös gyűlésetek. Tehát nektek nincs jogotok politikailag egységet alkotni. Remélem ez így érthető. Tehát egyénileg minden magyar állampolgár egyenlő, de politikailag nem. Politikailag a románok egységesen, szlovákok egységesen nem léphetnek föl, őket így nem ismerjük el, mert Magyarország egy és oszthatatlan, és a magyar nemzet lakja bármilyen nyelvet is beszéljen. Jó, remélem érthető, ez egy elég fontos kérdés. Na, csak hogy a kor hangulatát idézzük, a következő verslészet, nem kell így a Isten ments, mert még a gimnáziumok ellen, ugye a szlovák gimnáziumok ellen zajlott egy vizsgálat, és hát a szlovákokról milyen vers született. Kutyafejű tatár vagy, a fogad is igen nagy. Miből lettél, ki tudja, ügye fogyott egy mula. Te nem embertől születtél, hanem békanyájból lettél. Fajod az orángután, ide hallgass most, pont, majom szufla, üres fej, eledeled, aludtej. Ha már nincs lelked, eszed, ez is kár, ha megeszed. Mert az aludtej is étek, és állatgyomorba vétek, mamalig a cibere való neked, fúj bele. Tehát gyakorlatilag a szlovákokról, mint állatokról ír egy korabeli vers, egy korabeli újságban megjelent vers. Ellenben mondjuk egy román politikus mit tart a magyarokról? Minden magyar, akár miniszter, akár herceg, akár bíboros, polgár, paraszt, akár huszár vagy házi szolga, mind forradalmár, mind csőcselék. Magyarország miniszterelnöke pedig szabadalmazott hazaáruló. Tehát elképesztő feszültségek feszültek egymásnak a nemzetiségek között. Sőt, itt egy másik példa. A szlovákokról feltűnt az a nézet is, hogy nem is élőlények, hanem tárgyak. Tehát ennek a kis írásnak a szerzője, ha kevésbé durva módon is, még tovább fokozza az előző vers állításait. Roskoványi Ágoston nyitrai püspök csupa tótokkal, vagyis szlovákokkal, tótok a szlovákok. Tótokkal veszi magát körül. A tót ugyanis nem ember. Eszerint minden, ami nem ember, tót. A dívány, a szék, az asztal, a kredenc, ajtó, stb. Tehát mind tótok. Mondja már most valaki, hogy a nyitrai püspök közelébe egyéb is létezik, mint csupa tót. Gyakorlatilag az állatnál is rosszabb tárgyakként írja le a szlovákságot. Ugye tótoknak hívták őket. Egy szlovák politikus pedig itt a szlovák nemeseket, értelmiségieket ostorozza, hogy azt írja, hogy hová lett az úri önérzet, hogy ilyen mértékben lealacsonyodik idegenek szolgájául, az idegenek itt a magyarok. A szlovák nemes, gondoltam magamban, nem méltó már másra, mint hogy magyar szolga legyen, hisz már neveltetése és az emberi társadalomban eddig elfoglalt helyzete folytán is kellene rendelkeznie annyi öntudattal, hogy ne alacsonyodjék le magyar szolgának. Ezt gondoltam gyakran, és ezt gondolom most is, hiszen ha a szlovák nemesség elfogadja, hogy a magyar nyelv az urak nyelve, kit ismer el azáltal urának? Nem beszél-e magyarul minden kocsis és béres az Alföldön? Azok a dajkák, akiket a szlovák nemesség hozott magának, hogy gyerekei megtanulják tőlük az urak nyelvét, különbek, és a saját nemesi származású anyjuknál, aki ezt az úgymond úri nyelvet nem beszéli, stb. Stb. Tehát, hogy arra mutat rá ez a kis szöveg, hogy ugye a szlovák
nemes, be akar illeszkedni, és hivatalt akar, vagy a gyerekének karriert akkor magyarul tanítatja. És ugye sok szlovák már ez ellen kell ki, hogy nem, ne tanítassátok magyarul a gyerekeiteket, mert az nem egy úri nyelv, hát terjed szépen, hogy az egy mongoloid nyelv. Ugye meg kell nézni egy YouTube videót, mondjuk egy magyar himnusz, vagy egy magyar foci meccs alatt, szlovákok, románok miket posztolnak, szélsőségesen gondolkodó szlovákok, románok, magyarok, mongolok, menjetek vissza Ázsiába, ma is ez a nézet nagyon sok helyen. Na hát ez itt jön föl, ebbe a korba kezd éleződni ez a nacionalista él. Jó, oké. Na, itt még egy kis képre rá tekintünk. Egy korabeli újság, a Borszem Jankó. Itt látható egy nő alak, mögötte a magyar címer. Természetesen ő Hungária. Itt egy szélső jobboldali politikus, egy magyar nemzeti politikus, és itt a nemzetiségek. Tótok, németek, szerbek, románok, stb. És csak egy valaki fut oda Hungáriához, egy valaki fut oda a magyar nő alakhoz. Hát, ha valaki ki tudja találni, a zsidók. Tehát ugye a zsidóság fog a leginkább beolvadni és magyarosodni. A többi az nem nagyon akar magyarosodni. Románok, szerbek, szlovákok nem nagyon akarnak magyarosodni. Na, ebben a korban jelenik meg, vagy hát korbácsolódik fel, minden korban jelenik meg, az antiszemitizmus is, vagyis a zsidó ellenesség, az anti ugye valami ellenes. A szemiták azok a, hát a zsidóságot jelentik, sémi nép, mint a magyar az egy uráli finnugor nép, a zsidók az egy sémi nép, és ez jelenti, hogy antiszemitizmus, zsidó ellenesség is felkorbácsolódik a magyarok, meg minden nép körében, ez is jellemző erre a korra, de erről is még majd lesz szó. Jó, itt látunk egy tótot, drótos tót, még a nagymama is mindig azt mondja, hogy jönnek a drótos tótok, járták mondjuk Pestet, és ablakokat szereltek, ők a drótos tót jöttek a felvidékről, mindig a drótos tótok, szlovák nemzetiségűek voltak. Na, még a románokkal kapcsolatban, ezt Kimarad. Zsidóság az a következő. Jó, akkor még a románokkal kapcsolatban. Most a románok is szerettek volna sokkal több jogot, és egy román nemzeti párt, ami persze a magyar parlamentben nem nagyon jutott be, egy memorandumot, tehát egy ilyen levelet, egy végzést írt, és benne a románok által sérelmes magyar törvényeket kritizálták, az erdélyi románok nyilván. Ők azt mondták, hogy itt a magyarok faji uralomra törnek, és az erdélyi románok, a Magyarország lakosságának 17%-a román volt, ők nem kapnak elég jogot. Na most ezt eljuttatták az uralkodónak, Ferenc Józsefnek, az uralkodó ezt nem fogadta el, sőt a román nemzeti pártot be is tiltotta, hát ez olaj volt a tűzre. Tehát mire jön majd Trianon, és Magyarország elveszíti területének kétharmadát, addigra már nagyon komoly indulatok feszülnek magyarok és románok között Erdélyben is. Habár, ugye itt mondjuk a magyar miniszterelnök szavait látjuk, az apró tunya, arrogáns és üres zsebű erdélyi hétszilvafás nemesek felhagynának nagyúri alűrjeikkel, és nem vetnék meg az oláparasztokat, mint jobbágyokat, ami ellen különben lesz orvosság, már nagy lépés lehetett volna tenni előre. És Magyarország miniszterelnök arról beszél itt, hogy ezek az erdélyi, semmi, mindössze 7 szilvafával rendelkező, semmi vagyonnal nem rendelkező magyar nemesek, az olá, vagyis a román parasztokat lenézik, megvetik, akkor mit várunk, hogy a románok szeressenek minket, ha mi lenézik őket, mert azok parasztok, jobbágyok. Hát nyilván utálni fognak minket. És hát a magyar kormány hajlandó lett volna megoldani, de hát a magyar közvélemény, a magyar társadalom nagy része, meg a magyar nemesség nagy része hallani se akart itt a románokkal, meg a szlovákokkal történő megegyezésről. Na hát ez volt a nemzetiségi kérdésnek a első része, a zsidóság lesz majd a jövő héten, és a nagyon fontos még egyszer a kulcsdia, az első. Tehát ez a térkép az atlaszban is megtalálható, majd odaírom a hanyadik oldalon, egy nagyon hasonló, és ugye ez itt a kulcsdia. Jó, tehát ez a lehető legfontosabb, illetve hogy milyen nemzetiség körülbelül hol élt Nagy-Magyarországon belül.